87 a alakulás, 88 a pártáválás, és 89 össze pedig már a nagy fordulat Antal József megjelenése a pártban. Na most ez az a drámai helyzet, amire az a idézetek is utaltak, az a drámai helyzet tudni, hogy. Az MSZNP utolsó kongresszusán történtek miatt a Magyar Demokrata Fórumnak meg kellett válnia eredeti programjától. Az eredeti programjának volt három nagyon fontos tétele. A semlegesség, a harmadik út és a népi ballal való együttműködés, vagyis a szocialistáknak a posgai irányzatával való együttműködés. Na most ennek az első szakasznak, a 87-es Lakiteleki találkozó volt a szellemi alapja talaja, és ezt ezt az alapot és egyáltalán alakulást tette lehetővé Pozsgai Imre személye. Ne felejtsük el, hogy ahhoz, hogy egyáltalán megtörténhetett a lakiteleki találkozó, az az kellett, hogy a politikai bizottságnak egy prominens tagja vállalta azt, hogy lejön, előadást tart, és ernyőt tart felénk, vagyis hogy a munkásőrség nem fogja szétzavarni a lakiteleki találkozót. Egy nagyon fontos biztonsági érzetet adott a. A, a találkozón. Pozsgai Imrével korábról is volt mind, többünknek kapcsolata, természetesen elsősorban Csóri Sándornak, Lezsák Sándornak. Nekem is volt kultúra történeti háttere van. Én 80-ban kaptam tőle egy röstel, hetném, de nem röstelem, mert szocialista a kultúráért érdemrendet, amikor kiléptem a mozgóvilágból egy időre, és ő bátorítólag adott nekem egy ilyet, hogy ne, ne hagyjam abba, csináljam tovább, mert nagyon fontos, amit csinálok. Ő akkor már szemben állt, acélla lesz, hozzá kell mondtennem. Majd létrejött, megalakult a Kölcsei Társaság, aminek ő lett az elnöke, én meg hát alapító tagja voltam, meg hát kölcsei kutató voltam, tehát voltak kapcsolataink. Úgyhogy én nekem a posgai jelenléte és a posgai ambíciója az én szememben elválaszthatatlan az MDF létrejöttének a feltételrendszerétől, tehát nem, nem jelzett. Ezért volt döntő kérdés az, hogy 89. október 6-án vagy 7-én, amikor az utolsó kongresszusa zajlott az MSZNP-nek, hogy a Posga Imre megteszi azt a lépést, amit megígért nekünk, hogy ő ott be fogja jelenteni, hogy kiválik a, a nagy pártból, és egy szociáldemokratív típusú pártot fog létrehozni. Az MDF elnöksége akkor a Bemtéren ülésezett, engem átküldtek, hogy delegáltként, hogy, hogy figyeljem az eseményeket, és ahogy megtörténik valami fontos bejelentés, nem volt még mobiltelefon, szaladjak vissza a bemtére és mondjam el, hogy, hogy, mi történt. Hát megtörtént, meg, jött a hideg zuvany, az első szünet előtt kiáll a vezetőség, közöttük Pozsgai Imre, Horn Gyula mellett, stb. stb. mellett, és bejelentik, hogy egységes maradt a magyar ö, szocialista munká... Ugye? Ez e, e, vagy a szocialista munkás. Tehát nem vált ki, nem, Pozsgai nem jött ki a, 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 a pártból. Ö, ott a szünet elején még, még magával, pozsgaival nem tudtam beszélni, német Miklóssal sikerült egy pár szót váltanom, és ő ugyan mondta, hogy nem kell kétségbe esni, fog ez még alakulni, tehát a német Miklós is egy kicsit pozsgai felé húzott már akkor. Én visszamentem a Vemtére, elmondtam, hogy, hogy mi történt, nincsen önálló. Pozsgai párt, és akkor az MDF akkori megbízott elnöke, Bíró Zoltán, egy félperces drámai csönd után bejelentette, hogy akkor ő megköszöni a bizalmat, ő nem folytatja tovább, nem kíván részt venni ebben a mozgalomban, mert nincs esélye hogy bármit is csináljunk, tudni, minden uh, azt, azt sugalta, hogy, hogy, ha ez megtörténik, akkor van esélyünk, hogy majd a következő esztendőben egy uh, koalícióval uh, kormányra kerüljünk. Tehát a posgai féle koalícióval kormányra kerüljünk. Na, ez a lehetőség egy pillanat alatt megszűnt, lemondott Csóri Sándor, odavágta a dossziéját a az asztalhoz, és azt mondta, hogy én ezzel az emberrel többé nem beszélek, mármint Posga Imrével, később aztán beszélt azért, de hát az indulat azért hirtelen kijött belőle, és pillanat, egy pillanat alatt előállt egy olyan helyzet, amikor az is fölmerült, hogy maradjon-e meg a Magyar Demokrata Fórum, vagy találjunk ki valamit, hogy, hogy keressünk egy új elnököt, folytassuk valahogy. És akkor Csóri Sándor vetette föl, hogy Antal Józsefet kéne felkérni, akkor fölvetődött az, hogy ha jó, jó, de hát Antal Józsefről az utóbbi három hónapban nagyon sokat hallunk, mert ő volt az egyik nagyon fontos tanácsadója az MDF-nek a kerekasztal tárgyalásokon, de hogy azon kívül, hát ő, ő, ő nem volt benne az MDF-ben, ő kívülről jött, tehát hogy, hogy az lakitelekiek közül ki ismeri meg egyáltalán, ki ismeri. És akkor Szabad György jelentkezett, igen ismeri, ő nagyon lelkes támogatója volt Antal Józsefnek, és harmadjára pedig én jelentkeztem, hogy én 74-től kezdve ismertem, mint ötvös kutatót, mert hogy én akkor a ELTE reformkori tanszékén dolgoztam, és írtam egy kritikát egy ötves tanulmány kötetről, amelyikben Antal József is tanulmányt írt, és nagyon kiemeltem az ő dolgozatát, Ismer nem ismertem akkor még. Ő ennek hatására meghívott a Orvos Történeti Múzeumban, aminek az igazgatója volt akkor, és bevont abba a munkába, ami a rámutatott a négy eh, nagy ládára, amiben Ötvös József életművének a kéziratos hagyatéka volt. Azt ő rá bízta a külföldön élő Ötvös eh, család, eh, hogy gondozza, és, és, ebben megkért, hogy vegyek részt ebben a kutatásban. Elkezdtem, aztán egyéb okok miatt félbe kellett hagyni, de Antalt ismertem, és hát nagyon jó véleménnyel voltam róla, azt tudtam mondani, hogy én azért eh, merek feltétel nélkül szavazni, meg másokat is rávé, szavazzanak, mert ötvös mint ötvös kutató előttem teljesen nyilvánvaló, hogy hogyan gondolkodik a magyar történelemről. És ezek után behívtuk Antal Józsefet, Antal József 48 órás haladékot kért, hogy gondolkodjék rajta, hogy vállalja -e, vagy nem, és azt mondta, hogy ő elmondja, hogy milyen feltételekkel tudná vállalni, megtörtént két nap múlva, elmondta, és ennek a lényege az volt, és ezzel ezt az első körbe is fejezem, hogy tudom vállalni, hogyha a lakiteleki hármas programot elfelejtjük, és helyette az általa javasolt elveket követjük. Azt mondta, hogy a népír ballal való együttműködés ugye nem működik. Meg, ez megtörtént tőle függetlenül. A másik, a semlegesség, akkor volt reális, vagy reálisnak látszó program, amikor úgy nézett ki, hogy Magyarország önállóan fog kiugrani a tömbből, és akkor keressük a moszkvaiak jó indulatát is, meg a nyugat, és hogy lehet másképp keresni, mint azt mondjuk, hogy sem le. Nem mondhattuk azt akkor Moszkvának, hogy hát mi a NATO-hoz akarunk csatlakozni, semlegesek akarunk lenni. Tehát ez is lekerült a napirendről. A harmadik útügyében pedig, ha, ha már... Megtörténtek azok a változások, meg folyamatban vannak, amik folyamatban vannak, tehát látszott, hogy nem egyedül Magyarország ugrik ki a tömbből, akkor tudomásul kell venni, hogy nagyon rövid időn belül el kell döntenünk, hogy annak a nyugatnak, amelyikhez mi csatlakozni akarunk, melyik erőjéhez, melyik párt családjához, Érezzük magunkat közelebbnek. Tehát meg kell határozni rögtön az elején. Mert a nyugat az nagyon bonyolult. Itt hadd mondja mégis egy picit két mondattal még kiegészítve. Akkor már fölvázolta azt, hogy kérem szépen, van egy Egyesült Államok, amelyiknek van egy gazdasági modellje, ez a szabad piacgazdaság. Van egy NSK, amelyiknek van egy gazdasági modellje, ez a szociális piacgazdaság. Egyértelmű, hogy a Magyar Demokrata Fórum az ő megítélése szerint csak a szociális piacgazdaság programjához kapcsolódhat, és ezért azt javasolja, hogy olyan fajta nyugatorientációt képviseljünk, amelyikben, mint biztonságpolitikai elem, benne van a NATO-hoz való közeledés, nem csatlakozás, közeledés Másfelől benne van a nyugat-német rajnai modellhez, az NSZK-hoz való piacgazdaság, egy szociális piacgazdasághoz való közeledés. Ez volt a három pont. Még egyszer tehát, nem mondom el még egyszer, a három pont helyett, hogy nincs semlegesség, nincs népi baloldal, és nincs harmadik út. Hát nagy tanácskozás követte, és a 13-as 13 létszámú elnökség egy kivételével az is csak tartózkodott, megszavazta Antal Józsefet elnöknek, sőt, mi több, egyben miniszterelnök jelölt